Bazsó Gábor, Karotta vagyok, és a könyv, amit ajánlani szeretnék, az Max Tegmarknak az Élet 3.0 című könyve. Műfajilag nagyon nehéz besorolni, mert ha azt mondom értekezés, akkor már most mindenki leállítja ezt a videót, pedig valójában itt a science fiction hangulatú, de abszolút valóságalapú gondolkodásról van szó. A szerző elméleti fizikus, és nagyon sok mindent kellett már életében végig gondolnia és megértenie, nagyon sokszor nagyon komplex problémákat, és egy olyan jellegű komplex problémát próbál itt most elmagyarázni mindannyiunknak, és felkelteni a kedvünket azzal kapcsolatban, hogy mi is próbáljuk megérteni, ami meg fogja határozni az emberiség jövőjét, ha lesz neki egyáltalán. Ez a probléma pedig a mesterséges intelligencia. A cím, az Élet 3.0 is arra utal, azért lett a harmadik a sorban, mert a szerző abból indul ki, hogy volt egyszer az az élet, aminek igazából semmi köze nem volt az intelligenciához, hanem egyszerűen csak ugye eleven volt. Aztán megjelent az intelligencia, az öntudat, a gondolkodás és a kultúra és az információ megosztás képessége, és aztán eljön az az ember, amelyik a magánál okosabb gépek létrehozásán keresztül tulajdonképpen egy másik fajta életet teremt, ha úgy tetszik. Ez elsőre lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de amikor egy elméleti fizikus vezeti le nagyon szépen, nagyon kristálytisztán, éppen elég technikai részlettel ahhoz, hogy meglegyen, hogy nem luftballonokat fúj, viszont éppen kellően nyomasztó távlatokba helyezve, hogy meglegyen, hogy micsoda súlya van ennek az egésznek, és mennyire nehéz jó kimenetet találni ennek a folyamatnak a végén, akkor hirtelen valami nagyon érdekes lesz belőle, ha a szerző még jól is ír, márpedig Max Tegmark elég jól ír. Én a könyvét úgy kezdtem el olvasni, hogy egy családi nyaraláson folytam bele, amikor igazából szerintem nem veszik jól magát, hogyha az ember a felesége mellett inkább olvasgat, mint sem, hogy a tengerpartra igyekezne közösen lógni, de annyira beszippantott, hogy nagyon sokszor volt az, hogy én azért igyekeztem mégis inkább az olvasást választani, és aztán alig jutottam el a végéig, mert ahogy egyre közelebb jutottunk ahhoz, hogy az embernél intelligensebb, mesterséges lények, amiket mi hoztunk létre tulajdonképpen, akiknek az istené ilyen értelemben a teremtői mi vagyunk, azok milyen kicsi eséllyel tudnak aztán jól együttműködni velünk, és nekünk, mint emberi fajnak, milyen kilátásaink vannak azon keresztül, hogy elindítottuk az ő programjukat, és létrehoztuk őket, az hirtelen olyan sokféleképpen lett nyomasztó, hogy már nagyon akarni kellett, és ahhoz képest már igazából egy ilyen borús tengerparton a szél által kavart port a szeméből kidörgölni az embernek is egy kicsit már kevésbé traumatizáló. Ezzel együtt végigmentem rajta, és ezt ajánlom mindenki másnak is, aki szeret egy kicsit belegondolni abba, hogy merre mehet a világ, és nem riasztják meg az ilyen jellegű dolgok. Ez volt tehát Max Tegmarknak az Élet 3.0 című könyve, amit szívből ajánlok mindenkinek. Bazsó Gábor voltam.